Újra felcsendült a nyírbátori toronyzene a Városháza erkélyéről. A kétszeres Kossuth, Liszt és Erkel díjas magyar zeneszerző Farkas Ferenc külön nyírbátornak írt alkotását 11 fúvós adta elő. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette az 50. nyírbátori zenei napok. A város nagyon komoly és értékes helyszínekkel, műemléki templomokkal és környezettel rendelkezik, és ezekben a környezetekben igenis különleges, hangulatú, nagyon szép koncerteket, vacsoraesteket lehet rendezni, és így augusztus első felében több hétvégén keresztül tudunk kínálni a látogatók számára folyamatosan programokat. A program a Kulturális Központ lépcsőpiramisán folytatódott, ahol a nyírbátori koncertfúvós zenekar és a Bátor Mazsorett együttes előadását láthatta, hallhatta a nagy érdemű. Én nyírbátori vagyok, úgyhogy azt gondolom, hogy evidencia, hogy itt a helyem. Évek óta, gyerekkorom óta mindig részese vagyok többé, kevésbé ennek a fesztiválnak. Leginkább azért, mert képes megújulni évről évre, és mindig nagyon tartalmas programokat kínál. Nyírbátor és a térség kulturális életének legfontosabb eseménye az idén is nagyszerű produkciókkal várja a muzsika kedvelőit. Augusztus 6-án az Experidence, itt a Kulturális Központban, augusztus 7-én a Liszt Ferenc Kamarazenekar a Minorita udvarban, augusztus 13-án a Kodály Filharmonikusok Karamellel, szintén a Kulturális Központban, augusztus 14-én pedig a Budapest Jazz Orchestra vacsoraestel, és a zárókoncertünk a Református Templomban lesz augusztus 19-én. A helyiek azért is kedvelik a rendezvényt, mert nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy ilyen neves előadókkal találkozzon. A zeneirodalom olyan széles skálája van bemutatva, hogy ezt ki nem hagynám semmiért. Ezeken a nyári bemutatókon mindig szeretek részt venni, mert messzebbre úgy sem tudnék elmenni, mondjuk egy fővárosi vagy egy nagyvárosi ugyan hasonló fesztiválra, de ide viszont szívesen eljövök. De nem csak a helyiek kíváncsiak a rendezvényre, van, aki Fokvárosból érkezett, hogy részese lehessen a kulturális csemegének. Én Fokvárosból érkeztem, idejöttem szünidőre, egyébként Nyírbátorban születtem, csak most hazajöttem látogatóba édesanyámhoz, és hát én nagyon csodálom ezt a zenekart, hogy itt van a fúvó zenekar, tényleg, mert én is zenész vagyok magam, a kinti Fokváros zenekarban is játszom, és éppen a feleségemmel jöttünk meghallgatni őket, milyen magas a színvonal. A rendezvény első napján kiállítás is nyílt, amely a zenei napok 50 évét mutatja be képekben, plakettekben. Továbbá egy zenével kapcsolatos bélyegtárlat is megtekinthető a nyírbátori kulturális központban.